olíviai kokain, fél gram, 51 dollárért. Helyezd be a kosárba. De például tudunk venni egy kalasnyikot 1000 dollárért. Elvileg. Van, aki egyáltalán megadja a bankkártya számát is. Ez nem bankkártya van fizető, ez bitcoinos Bitcoin. fizetés. Van egy Sky Maria nevű valószínűleg hölgy, aki eléggé lengén van felöltözve. Úgy néz ki, hogy drogokat árul. És ő Dunaszerdahelyen lehet? Hát a GPS koordinátrák alapján itt van 500 méteres körzetünkben, de lehet, hogy ezeket az információkat tudják hamisítani. Ezúton is üdvözöljük őt. Büntetendő az, hogyha én böngészek a dark webben? Nem büntetendő, de, de nagyon könnyen olyan helyre sodródhat az ember, ahol, ahol olyan tartalmakat lát, ami már büntetendő. Valószínűleg ki kell majd kockázni. Sziasztok! Ebben a videópodcastban a Dark Webről lesz szó, tehát az internet sötét bugyraiban fogunk járni, és aki ezt lehetővé teszi számunkra, Halász Dávid szoftvermérnök. Hello, szia, köszöntelek a stúdióban. Jó, üdvözlöm a kedves nézőket. Az internetnek a, a, az általunk is hozzáférhető részét ismerjük, de nem ismerjük a Dark Webet és a Deep Webet. Ezek nem ugranak fel találatként a, a Google-ban, hogyha beírunk valamit, vagy hogy kell ezt elképzelni? Általában nem ugranak fel, mint találat, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy nem feltétlenül doménnével elérhetőek, vagy nem egyszerű doménnével elérhetőek el, hanem, hanem valamiféle ö, trükkökkel. Például van egy 160 karakteres domain ami után még teszünk valami perjelet, és egy csomó minden, és akkor átirányít minket egy, egy titkos helyre az interneten, amit, amit csak azok ismernek, azok találnak meg, akik, akik tudják, hogy kell megtalálni, és a Google kereső például nem indexeli ezeket a találatokat. És akkor mi a különbség a dark web és a deep web között? Szóval beszéltünk a deep webről, ami, ami a mély internetet jelenti, tehát egy pici kutakodással elérhető a normális internet használata közben, míg a dark webről ez nem mondható el. A tornak az a lényege, hogy ezek a számítógépek, ugye összecsatlakoznak egy ilyen másodlagos hálózatba, és aki belép erre a torhálózatba egy belépési ponton, amit ismer, és meglátogat egy weboldalat, akkor a torhálózaton keresztül véletlenszerűen ugrálnak az adatai mindenféle számítógépek között, és egy kilépési ponton, amit a böngésző fél nem feltétlenül ismer, érje ezt a weboldalat, így a weboldal adminisztrátorai számára a kiléte nem látható. Szóval ez a, ez a hagyma elosztó a The Onion Router nevű torhálózat, ami elsődlegesen erre szolgált, hogy anonim módon lehessen böngészni a meglevő internetet. Bűnözőkön és azok üzletfelein, valamint az utánuk nyomozó rendőrökön kívül kitartózkodik a dark webben, kihasználja ezt a hálózatot? Vannak olyan elnyomó rezsimek a világban, ahol, ahol eléggé cenzúrázva van az internet. Számukra a, dark web egy, egy kiutat jelenthet, hozzáférhetnek olyan információhoz, ahol, amihez máshol nem, el tudnak juttatni információt ki a nyilvánosság felé, de általában ezek az elnyomó rezsimek nagyon-nagyon korlátozzák ezeket a hálózatokat. Nem beszéltük arról még, hogy hogyan fizetnek a, az illegális tartalmak vásárlói. Akkor lett a Dark Webből nagy, nagy hype, amikor megjelentek a kriptovaluták, amiket nem lehet olyan egyszerűen lekövetni az interneten, ami persze nem igaz, mert le lehet követni. Pont ez a probléma velük, hogy szinte nyilvánosak, de amíg nem használja az ember olyan műveletre ezeket a kriptovalutákat, amikkel beazonosítható lenne, addig, addig gyakorlatilag lekövethetetlen pénzügyi tranzakciókat lehet velük elkövetni. Tehát például bitcoinnal fizetnek a darkwebben is. Például, aminek akkor van veszélye, ha például egy állami szervnek, vagy például egy banknak küldünk ugyanarról a számláról bitcoint, akkor vissza tudják követni azt, hogy én ezzel a számlával teszem azt, négy évvel ezelőtt covid certifikátokat vásároltam. Büntetendő az, hogyha én tort installálok a gépemre és böngészek a dark webben? Nem büntetendő, de, de nagyon könnyen olyan helyre sodródhat hát az ember, ahol, ahol olyan tartalmakat lát, ami már büntetendő tehát illegális tartalom terjesztésére, online tartalom terjesztésére gondolok például. Nézzük is meg, hogy néz ki a Dark Web. Hol vagyunk most? Egy natívő nevű oldalon vagyunk fönt, amin többféle Dark web belüli szolgáltatást tudunk megtalálni. Amikor a kriptovaluták elkezdtek terjedni, akkor velük együtt elindult egy Sejemút nevű Dark Web oldal, ez egy online piac tér volt, nem? Valami hasonló, aminek most már egy csomó verzióját letiltották, letörölték, elefoglalták, most de, de, még mindig működnek valamiféle klónjai, amik... És úgy tudom, hogy a tulajdonos a börtönben ül azóta is. Igen, de azóta is léteznek olyan oldalak, amik azt állítják, hogy ők az régi eredeti sejemút. Dávid, azt még mondod, hogy miért ennyire lassú ez az internet? Ez az ára annak, hogy az egész anonim módon működik. Amikor a hagyma rétegeiben mozog valaki, minden egyes adatcsomag más útvonalon jut el a célponthoz, pont azért, hogy ne lehessen lekövetni olyan egyszerűen. Ezek itt, látunk. ezek itt bankkártyák, feltöltött, előre kifizetett prepaid bankkártyák, valószínűleg valakinek a nevén, aki nem tud róla. Szóval ezen például 7500 dollár van, egy és négy nap alatt küldik bárhová DHL Express-szel 705 dollárért, tehát ha én kifizetek 700 dollárnyi bitcoint, akkor a tulajdonosává válhatok egy 7500 dollárt tartalmazó bankkártyának elméletileg. Elméletileg, én mondjuk nem hinném el, mert no, ez az, ingyen hogy... pénz nem létezik. Ez az, hogy mi a garancia? A Dark van bármire is garancia? Hát valószínűleg nincs. Ugyanis... Persze, ugye nem hívhatjuk fel a rendőrséget azzal, hogy engem átvertek, mert én elküldtem 700 dollárnyi bitcoint valakinek, és nem küldte el a, a, lopott 7500 eurónyi térő, vagy dollárnyi térő kártyáját. Hát felhozhatok olyan példát is, hogyha egy drogdillertől valaki megveszi a rossz cuccot, akkor, akkor nem nagyon tud hol reklamálni. Ne vegyünk ilyet. Mi kapható még ezen az online piac téren? Na hát ezek drogok. Kolumbiai bolíviai kokain fél gram 51 dollárért. Játsszunk el most azzal, hogy megvesszük ezt. Add to cart. Helyezd be a kosárba. Ilyenkor mi történik? Ilyenkor bekerül a kosárba. Na, meg kell nézni a kosarat. 51 dollárért fél Ez nem tudom, hogy is előnyös én, 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 sem Számítom vagyok ilyesmi a képben. Kitöltöd a címedet? Azt én mondjuk nem adnám benne, de... meg itt a címemet. Van, aki egyáltalán megadja a bankkártya számát is. És... Ez nem bankkártyával fizetve, ez bitcoinos a fizetés. Bitcoin. És... De a címedet azt meg kell adni, ahová... Hát, valahová el kell coin. küldeni. Én, én nem biztos, hogy kipróbálna. Nézzünk valami mást. Jó, hát akkor találtam itt egy menüt. Vannak drogok, hamisítványok, hamis órák például itt van egy Rolex óra, 400 dollárért, 398 dollárért valószínűleg hamis arany órának tűnik. De hát ezt bármelyik kínai piacon is tudok venni egy hamis Rolexet, nem? Ez nem kell a Dark Webben kutakodnom. Ez így van, de lehet, hogy nem ilyen minőségben. Kártya feltöltés illegálisan, e-mail címek és jelszavak, megvásárolható 10 dollárért, valószínű nem valódi, legalábbis ennyiért túl kevésnek tűnik. De például tudunk venni egy kalasnyikot ezer dollárért elvileg. Diák Keresztlevél. Születési bizonyítvány, halotti bizonyítvány. Vállási és házasodási tanúsítványok. Diplomák. Fegyverviselési engedély. Vízum. Zöldkártya. Amióta a Telegram is, is, is nagyon népszerű lett, egy csomó oldalát költözött a telegramra, amit még esetleg megmutathatok a, a saját telefonomon, hogy a közelben lévő telefonokat mutatja, és ott egy csomó szor prostituáltak, vagy pedig, vagy pedig drogdillerek is működnek, akár a helyen is. Nézzük meg, hogy ki van akkor a közelünkben. Van egy Sky Maria nevű, valószínűleg hölgy, aki eléggé lengén van felöltözve, uh -huh. és valószínűleg úgy néz ki, hogy drogokat árul. És ő Dunaszerda lehet? Hát a GPS koordináták alapján itt van 500 méteres körzetünkben, de lehet, hogy ezeket az információkat tudják hamisítani. Ezután is üdvözöljük őt. Van itt egy Mónika, aki valószínűleg a saját testét árulja a képek alapján, és drogot is, vagy valami hasonló fehérport. Egy civil betűkkel írt Andrei, akinek az arca el van takarva egy zöld símaszkal, és lehet, hogy csak így érzi jól magát. Van egy Justin a Real nevű hölgy bikiniben, hát egy, ugye Telegram az ö, általában orosz ukrán nyelv területen népszerű. Szerdahely Albán Hasis csoport. Nem vagy a tagja. Nem vagyok a tagja. Sex DS. TikTok Sex nem tudjuk, hogy a hölgyek helyek vagy nem. DS Date, gondolom ez valami randi oldal, ennek sem vagyok a tagja. A podcaston kint van a 18-as karika, de azért lehet, hogy kikockázzuk majd ezeket a fotókat. Hát valószínűleg ki kell majd kockázni. Viszont lehet, hogy ideje lenne lecsatlakoznunk a Dark Webről, mielőtt még a rendőrség kopogtat az ajtónkon. Ez volt tehát a podcastunk arról, hogy mire lehet és mire nem szabad használni a Dark Webet. Köszönjük szépen Dávidnak!